Köszöntöm kedves nézőinket! Önök a Kistelekvárosi Televízió híradóját látják. Kérem, tartsanak velünk, és tekintsék meg rövid képes ismertetőnket. Az építési és közlekedési miniszter kedden reggel bejelentette, hogy március 1-től a vármegye és országbérleten kívül minden egyebet megszüntetnek. Lázár János közölte, 14 év alatt és 65 év felett mindenkinek díjmentes lesz a közösségi közlekedés, továbbá a fogyatékkal élőknek, tartós betegeknek, nagycsaládosoknak, valamint a korábban magyar igazolvánnyal utazóknak is ingyenes lesz a tömegközlekedés. Annyit hallottam, hogy március 1-től a nagycsaládosok, vagy a 14 éven aluli gyermekek ingyen utazhatnak majd. Szerintem ez egy nagyon jó dolog, nagyon sok családot fog érinteni és támogatni, hiszen azért ahol három gyerek van, és mondjuk három gyerek jár be Szegedre, vagy utazik be Szegedre meg vissza napi szinten, az nagyon nagy kedvezmény. Én mindenféleképpen ezt egy pozitív hírnek könyvelem el, és nagyon örülünk neki. Pont három nappal ezelőtt utaztunk vonattal, ahol elmondom, hogy teljesen meglepődtem. A három gyerekre és rám a jegy 133 forintba került, aminek nagyon örültünk, és jó, ez kicsi különbség, de a kicsivel is sokra megyünk, és a gyerekek, mivel ugye elég sokat utaznak autóval, ezért ők abszolút élvezik a vonatos utazást, a buszos utazást, mindenfajta kirándulást, úgyhogy ki fogjuk használni. Hát számomra rögge hihetetlen volt, mikor meghallottam Lázár Jánostól ezt, mert ez egy olyan nagy dolog szerintem. A gyerekeknek pláne nem kell állandóan kapargatni neki, hogy na most itt a bérletem, nincs itt a bérletem. Hát nekem, hát én ugye már jóval elmutam 65, már jó néhány éve, és hát én eddig is ingyen utaztam, de voltak olyan buszok, vagy vonat is, amikor köllött ilyen kiegészítő, 200 forint, vagy mit tud, hát valamit köllött venni. Mert hát nyilván elő köllött venni mindig ezt a 65 éven fölülieknek az igazolványt. Hát sajnos volt néha, hogy mondta a sofőr, hogy kérem szépen már, hogy igazolja, de lehet, hogy ez jó is, mert fiatalabbnak nézett. És akkor mindig elő kellett venni lakcímkát, a személyigazolvány. Én szerintem ez így nagyon nagy dolog, főleg azoknak a nyugdíjasoknak nagyon jó ez, én szerintem, akiknek nem itt Kistelekön helyben van az unokájuk, a gyerekük, hanem Szegedön, vagy Pestön, vagy még messzebb, és hát azoknak ez egy nagyon nagy segítség. Új évköszöntő gyűlést tartott a Városi Nyugdíjas Klub. A jó hangulatú délutánon zsíros kenyérrel, apró süteménnyel és pezsgővel várták a klubtagokat. Hát nagyon-nagyon-nagyon boldog új évet kívánok mindannyiótoknak. Nagyon örülök neki, hogy ennyien eljöttetek. Nagyon sajnálom, azokat többen jelezték vissza, hogy betegek és nem tudnak jönni. Nekik jobbulást kívánok. És amit én is kívánhatok, hogy legyetek nagyon egészségesek 2024-ben, és utána még inkább, hiszen ha az egészségünk megvan, akkor utána már talán minden, az hozza magával a boldogságot is, az örömet is. Kívánom mindannyiótoknak, hogy legyen nagyon sok örömetek az életben, de sikerüljön megtalálni azt a kis pontot, szoktam én mondani mindig, amiben belekapaszkodtok, a sötétbe mindig van egy kis fénysugár, amivel lehet kapaszkodni és azt nézni. Nem a sötétet, hanem azt a csöpp fénysugarat, mert ha sötétet nézzük, akkor csak egyre szomorúbbak leszünk. De a fénysugár az fényt rak a szemünkbe, és a fénysugár növekedni. Én azt kívánom mindannyiunknak, hogy amennyire lehet, éljük meg ezt az életünket, amilyennek csak tudjuk. Hogy ne lenne sok bajunk. Alig van olyan reggel szerintem, hogy ne úgy ébredjünk, hogy vagy a derekunk, vagy valami ne fáj. Ez később csak rosszabb lesz. Én már 63 évesen idegesít az, hogy már nem úgy fűzöd be a cipőd, hogy már tehát ismerjen ezt önök azt gondolom sok bajokat. Elfelejtettem a vérnyomás csökkentőt beszélni. Hú, a francban, otthon hagytam. Tehát ezek a mindennapi az embernek vélt hülyeségei, holott pedig annak kell örülnünk, hogy
majd eljöhettünk, annak kell örülnünk, hogy sok jó emberre találkoztunk, annak kellett örülnöm, hogy végigmentem itt az évelején is, akár az utcán, de akár karácsonykor, és találkozott az ember valakivel, akkor mondta neki, hogy boldog új évet, vagy boldog karácsony, akkor visszaköszöntünk egymásnak, hiszen majdnem mindenkit ismerünk. Itthon vagyunk, és nekünk ez jó. És lehet, hogy szebb lenne, vagy jobb lenne, vagy egyébként gazdagabb lenne. De a lényeg az, hogy olyan környezetben élhetünk, a kis városunkban, ahol azért magunk módján figyelünk egymásra, különösen igaz ez a nyugdíjas klubra is, akik azt is fontosnak tartják, hogy egy zsíros kenyér mellett, egy pohár mellett, abba majd úgy lehet valami bele is kerül, egymás szemébe nézve azt mondják, hogy legyen neked is egy jó évet. Úgyhogy kedves klubtagok, kedves Marika, nagyon szépen köszönöm, hogy itt lehettek, köszönöm szépen, hogy gyorsan is kérdezgethetek, legyen nagyon szép évetek. Vigyázzatok egymásra, és elsősorban az egészségére mindenki nagyon vigyázzat. Úgyhogy boldog új évet, jó egészséget. Köszönöm szépen. Február 24-én harmadik alkalommal rendezik meg Kisteleken a zenész és vőfély találkozót. Stúdiónkban a két főszervezőt kérdeztük a részletekről. Kistelek, hajrá, húzd rá! 6 vőfény és 4 zenekar fog az idén föllépni, ugyanúgy, mint tavaly. Svédasztalos vacsorába várjuk a nagy érdemű közönséget, aki mulatni és táncolni szeret a lakadalmi zenekarok találkozóján. Mit lehet tudni a vacsoráról? A vacsorára annyit lehet tudni, hogy a Bali étterem üllésről fogja prezentálni megint, ugyanúgy, mint tavaly is. Svédasztalos vacsora lesz, ami hajnalig fog szinte tartani, mert tavaly is hajnalig lehetett bárki, bármit, ami volt az asztalon, szabad szedéssel lehet fogyasztani. Ugye aki volt, az már tudja, hogy hogy zajlik egy ilyen rendezvény, de aki most szeretne életében először elmenni, az mire számíthat? Hogyan zajlik ennek a menete a rendezvény? Először is megérkeznek ugye a vendégeink, 17:30-tól van vendégvárás, utána lesz egy a zenekarokkal közösen, zenekarok vőfélyekkel közösen kimegyünk a szakácsokat, megnézzük, hogy hogy készül a vacsora, mert az nem egy hátrány, és tudjuk, hogy finom lesz a vacsora. Majd teszünk egy kört a sportcsarnok körül, visszajövünk, és bevonul a 4 zenekar, 6 vőfély, felsorakoznak szépen, és polgármester urat megkérjük, hogy nyissa meg a rendezvényünket, és onnantól kezdve viszont felváltva a zenekarok zenélnek, hát mondd az hajnalig, mert tavaly is hajnal 4 óráig tartott a bál, és már óránként, másfél óránként cserélnek a zenekarok, közben lesz ugye a vacsora, de tavaly se szakítottuk meg a vacsorát, úgyhogy szerintem idén se fogjuk a zenével megszakítani, úgyhogy a zene az szólni fog végig. Várjuk a táncos lábú kedves vendégeket! Tavaly is nagyon sok tombolatárgy felajánlást kaptunk, és hát reméljük idén se lesz ez másképp, és ugyanígy tudjuk. Annyi lesz a különbség, hogy most nem egyszerre lesz kisorsorva a két fődíj, mint tavaly, hanem egyet vacsora után tervezünk, egyet pedig éjfél utánra, hogy talán így rövidebb idő alatt ki tudjuk húzni a két fődíjat, vagy a tombolákat ki tudjuk húzni. Újabb civil egyesületek vezetőit kértük fel arra, hogy értékeljék az elmúlt évet, továbbá rákérdeztünk terveikre, céljaikra is. Hogyan telt a 20-23-as év a Kistereki Általános Iskola életében? Az általános iskolánk ugye az előző tanév végén a felújítási munkálatok végére ért, úgyhogy egy közel 2 éves építési időszak zárult le júniusban, és ebben a tanévben, tehát szeptembertől a tanulóink már birtokba is vehették a felújított és kibővített új iskolánkat. Én azt gondolom, hogy ez mindannyiunknak egy olyan mérföldkő volt az életében, tanulóknak, pedagógusoknak, szülőknek egyaránt,
hogy tényleg nagyon-nagyon vártuk már ezt a pillanatot. Most tényleg azt gondolom, hogy egy 21. századi modern, felújított, szépen berendezett új iskola az, ami a gyerekek rendelkezésére áll. Jelenleg a Kisterki Általános Iskolának 545 tanulója van. Erre a felújításra azért volt szükség és bővítése, mert egyszerűen nem fértünk el. Kicsi volt a hely, de most már azt gondolom tényleg, hogy kényelmesen és kellemes környezetben tudjuk ezt a oktató-nevelő tevékenységet ellátni, és örömmel vették birtokba a gyerekek az új és kibővített iskolánkat. Tanév folyamán eddig volt több rendezvény a diákoknak is, esetleg erről tudnál egy pár szót mondani? Igen, ugye az általános iskolák vagy minden iskolának a munkarendje az augusztus végén a pedagógusok által elfogadásra került tervek alapján halad. Azt gondolom, hogy próbálunk tartalmas és színvonalas rendezvényeket szervezni a tanulóink számára, hiszen egy iskolának nem csak arról kell szólnia, hogy folyamatosan tanuljunk, hanem arról is, hogy a közösségben hogyan éljük meg a mindennapjainkat. Szeptemberben a Európai Diák Sportnapját is megünnepeltük mi is, sportrendezvénnyel, 2023 méternek a futásával, ebben aktívan részt vett az egész iskola, aztán októberben a születi mulatság, került megrendezésre pályorientációs nap, novemberben a tanulásra koncentráltunk, és decemberben pedig leginkább egy karácsonyi projekthét volt az, ami az utolsó napokat, az utolsó hetet meghatározta, hiszen az egész iskola minden egyes osztály mézes kalácsot sütött, egy héten keresztül sütöttük az iskola aulájában a mézes kalácsot, illetve olyan sportrendezvény, karácsonyi vagy Mikulás kupa sportrendezvény, természettudományos verseny, de ez nyilván ilyen vidám hangulatú versenyre kell gondolni, illetve a szokásos programok, a karácsonyi hangverseny és a betlehemes műsor volt az, ami zárta ezt a naptári évet. Én azt gondolom, hogy minden osztály próbált úgy olyan hangulatot teremteni az adventi gyertyagyújtásokkal, hogy valóban meg tudjuk élni, és egy kicsit közelebb hozni magunkat is, meg a gyerekeket is ahhoz, hogy igazából mit is kellene ünnepelni karácsonykor. Ebben a rohanó világban azt gondolom, ez is nagyon-nagyon fontos. Ja, említetted, hogy a bál szervezés alatt áll. Erre vártok-e valamilyen segítséget, valamilyen adományt, tombolatárgyakat esetleg a lakosoktól? Így van. Jövő hét hétfő 8-ától kezdjük el a jegyeket árusítani, hogy így mondjam, már nagyon sok érdeklődő volt ezzel kapcsolatban. Az iskola honlapján és Facebook oldalán folyamatosan megosztjuk az ezzel kapcsolatos információkat. Nyilván várjuk a jelentkezőket, hogy így mondjam. Korlátozott számban állnak rendelkezésre jegyek, tehát nem fogunk túlságosan nagy létszámot engedni, mert azt gondolom, hogy azért itt ezt maximálni kell, úgyhogy a tavalyi 400 főt céloztuk meg az idén is, ezt esetleg egy picivel túl lehet lépni, de túlságosan nem szeretnénk, úgyhogy a jegyeket azért érdemes minél hamarabb beszerezni. És ugyanúgy, ahogy az előző évben is volt, nagyon nagy örömmel és szeretettel várjuk azokat a felajánlásokat, akár magánszemélyektől, akár cégektől, vagy bármilyen vállalkozástól, akik a tombolatárgyak felajánlásában tudnak nekünk segíteni, hiszen ennek a bálnak a bevétele az elmúlt évben több mint 1.700.000 forint volt, és ez egy óriási segítséget adott nekünk abban, hogy például az alsós játszótér az teljesen meg tudott újulni, úgyhogy a bálnak a teljes bevételét azt mindig a tanulókra, a gyerekeknek a környezetének a komfortosabb átételére fordítjuk. Az idei cél nyilván megint egy, ha lehetséges, akkor egy olyan bevételnek a betervezése, amelyből mondjuk a fősős udvaron is egy talán egy ilyen kültéri sporteszközökkel való vagy megtervezése az udvarnak, hogy egy kicsit a felsős tanulók számára is legyen valamilyen kikapcsolódási lehetőség itt a délután folyamán vagy a szünetekben. Úgyhogy ez a cél, de hát ezek is rendkívül drága eszközök sajnos, úgyhogy ezt sem tudjuk megvalósítani a szülők összefogása nélkül. Én úgy gondolom, hogy nagyon aktívak voltunk 2023-ban. 2022 őszén alakultunk, úgy, ahogy mondtad.
Azzal indítottunk, nagyot mertünk álmodni, egy jégdiszkóval kezdtük a 2023-as évet. Hát azt gondolom, hogy kezdésnek nagyon jó volt, bár elég kevés gyereket tudtunk oda csábítani. Ami a legfőbb gondolata az egyesületnek, hogy a gyerekeket össze tudjuk kovácsolni, és aktív szabadidős programokat tudjunk nekik biztosítani, vagy segíteni ezzel a szórakozásukat. Igyekeztünk a legtöbb városi rendezvényen részt venni, bekapcsolódni, önálló rendezvényt nem tudtunk szervezni, arra nem volt lehetőségünk, bátorságunk sem, de viszont nagyon aktív tagok vesznek bennünket körül, akik nélkül nem tudnánk ezeket megvalósítani, akiknek meg szeretném köszönni a munkáját, hogy segítenek, mindig ott vannak, és így szeretnénk a 2024-es évben is ugyanilyen aktívan részt venni minden egyes rendezvényen. Ugye nagy palacsintasütők vagytok, hiszen az Euromobilitás napon, az adventi programokon ti mindig sütöttétek a palacsintát. Számoltátok, hogy hány száz palacsintát sütöttetek meg? Hát én azt gondolom ezred biztos, túlzás nélkül mondhatom. Nagyon kelendő volt. Sőt, mikor másik civil szervezetek sütöttek palacsintát, akkor is bennünket kerestek. Nyilván mindig nem csak a palacsintasütési tudományunkat szeretnénk kecsegtetni, más oldalról is azért próbálunk megmutatkozni. Én nagyon jóleső érzéssel tudtam le az iskolabálon, hogy részt tudtunk venni a mi kis táncunkkal, ahol senki nem profi táncos, tanultunk éjjel-nappal, hogy ki tudjunk állni, és tudjunk egy kicsit az iskolán ezzel segíteni, hogy egy pár perces műsorra hozzá tudunk járulni a színvonalhoz. Egy másik civil szervezet, farsangi rendezvényén is próbáltunk egy kis vidámságot csempészni. Pár perces műsorokra kell itt gondolni. A gyereknapon a kiskakas gyémánt félkrajcárját adtuk elő. Tehát igyekeztünk több oldalról megmutatkozni, és amit én még nagyon fontosnak tartok, hogy gyerekeket bevonni. Bármiben, ami kezdeményezést csinálunk, abban legyenek gyerekek is, ők is érezzék jól magukat, és példamutatással igyekszünk feléjük lenni. Van 3-4 olyan segítőd, akik mindig ott vannak körülötted, őket akár név szerint is megemlítheted, ha szeretnéd. Horvátné Barbika az egyik, aki szinte tényleg mindig részt vesz, ő egyesületi tag, van önkéntesünk is, Rozsnyai Erzsike. Korát meghazudtolóan mindig, minden rendezvényen ő is ott szokott lenni. És Jó Enikő, gyerekek Kristóf, Török Kristóf, Magyar Blanka, Bíborka, tehát nagyon sok mindenkit föl tudnék sorolni. Kinek az ideje, ahogy engedi, úgy jön és segít, és kérdezik, hogy mikor, mibe tudnak segíteni. Ez nagyon-nagyon pozitív érzést kelt, hogy örömmel jönnek, és örömmel tesznek a közösségért. És hogy látjátok a 2024-es évet? Bizakodóak vagyunk. Szeretnénk, hogyha nagyon sok pályázati lehetőséget meg tudnánk csípni, és minél több lehetőségre szert tenni, nem csak anyagiakra, de hát nyilván legfőképp arra is szeretnénk a nyári táborozással kapcsolatban. Ezt már évek óta 3 korcsoportban próbáljuk megszervezni, van rá érdeklődés a nagyobb korosztály részéről is, és hát most nagyon nagy terv van, mert a Balatont szeretnénk körbe kerékpározni, és hát nyilván ehhez az anyagi támogatás is jó lenne, hogyha jönne. 3 napos edzőtábort szervezett a Tiszavolán SC, az U11-es és U12-es korosztálynak a sportcsarnokban. A lányok ügyességi és erőnléti feladatokat kaptak, ahol bizonyíthatták rátermettségüket. A felkészülésről Polyákné Farkas Éva utánpótlás edzőt kérdeztük. Jelenleg Kisteleken a 2024-es év felkészülését kezdtük el. Igazából ez itt a jelenlévő, ez 2 csapat. Egy Kistelek és Balástya Sándorfalva összetételű U12-es láncsapat, illetve Zsombó, Zálkányszék, tehát Mórahalom térsége inkább, onnan a másik csapat. Úgyhogy most egy ilyen kis erőgyűjtés és kertcsináló edzést csináltunk a gyerekeknek, mert az iskolai szünetben van erre lehetőségünk. Egyébként 3-at edzenek egy héten, és az ilyen vándorlásszerűen zajlik gyakorlatilag, mert
a Kistelek Balástja, a Zsándor falva itt tetsz Kisteleken, mi pedig Zákáncéken, meg Móraharmon. Úgyhogy most a szerda, csütörtök, pénteki napon kicsit intenzívebben kis erőgyűjtést, állóképességfejlesztést csináltunk, napi 2-3 edzéssel. Zsombó, Zákáncék, Móra, Bordány vonalat, tehát van, akit én elsőskora óta már nevelek, Zsombón és Zsombón élek, utána kaptam hozzájuk az Zákáncékieket, utána jöttek hozzájuk a többiek. Tehát abból a körzetből kapom a gyerekeket, és hát ott nálunk nagyon intenzív munka folyik, tehát én több évtizede már utánpótlás edzőként dolgozom, elég sok gyereket indítottam, akik válogatott szinten vagy első osztályban is játszanak. A másik keret, a Katinak a kerete, Ungi Katié, ők meg szintén így az iskolából kerültek ki, Kistelekről egy része, a másik része meg Sándorfalváról, Balástjáról csatlakozott, mert ugye a picikkel elkezdünk egy ilyen 8-10-es létszámmal, most van, aki abba hagyja, más csinál, mégse akarok járni, jönnek hozzájuk újak, tehát ez nagyon képlékeny korosztály még. Most kezdünk abba beleérni, hogy már a gyerekek tudatosabbak egy kicsit, és már akarom csinálni, szeretem a csapatot, szeretek a közösségbe járni, viszont a munka is mindig több, de ez ilyenkor már nagyon jó, mert a hozzáállásuk már olyan a gyerekeknek, hogy tehát a régió, dél-alföldi régióban játszunk, nekünk úgymond bajnokság, úgy nincs eredmény egyebek, hanem a gyakorlás. Gyerekek minél többet játszanak, tapasztalatot szerezzenek, de fölvesszük a legjobb csapatokkal is azért a küzdelmet. Önök a Kistelekvárosi Televízió híradóját látták. Maradjanak velünk, hamarosan kezdődik Heti Mozaik című műsorunk, amelyben Vízkereszt ünnepéről és a triatlonról tudhatnak meg bővebb információkat, és tudósítunk a Nyugdíjas Klub évköszöntő rendezvényéről is. Keddi adásunk ismétlését vasárnap 10 órától, pénteki adásunk ismétlését vasárnap 14 órától tekinthetik meg. Iratkozzanak fel YouTube csatornánkra, kövessenek minket Facebookon, ahol eddigi adásaink mellett egyéb tartalmak is visszanézhetőek. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!